Ezek a tanulók több nap karantén után pénteken mehettek iskolába először. Azt mondják, meglepődtek, amikor kiderült, hogy koronavírusos a tanárjuk. Mi éppen osztálykiránduláson voltunk, és eléggé meglepődött mindenki. Sokak nem tudtak elmenni a versenyeikre, meg ilyesmikre, és volt olyan, aki sírt, de inkább csak meg voltunk lepődve. A 7. osztályos tanulók a karantént jól viselték, bár a szakkörök, táncpróbák, barátok, kinti programok hiányoztak nekik. Nekem annyira nem tetszett ez az otthoni karantén, mert nem tudtam elmenni kutyát sétáltatni, és hát így unatkozott a 2 kutya otthon. A DNS Valéria általános iskola 70 diákja került karanténba, miután a történelem nyelvszakos tanár tesztje pozitív lett. A múlt pénteken derült ki, hogy van egy fertőzött, pontosabban egy pozitív tesztet produkált kollega a tantestületben, és hát emiatt ugye azokat az osztályokat, akikkel neki órája volt, karanténba kellett helyezni. Most nagyjából egy hét telt el, egy osztályunk volt végig karanténban, ők ugye digitális munkarendben tanultak tovább, illetve 4 csoportunk, nekik pedig a krétán keresztül küldtük ki a házi feladatokat. A fertőzött tanár a hőkamerán keresztül lépett be az iskola épületébe, mint ahogy teszi ezt 500 diák minden reggel, ám az nem jelzett lázat. Később rosszul kezdte el érezni magát, és hazament. Talán a szerencse a szerencsétlenségben az volt, hogy ő így szinte teljes héten hiányzott, úgyhogy egyetlen egy napot dolgozott hétfőn, és ez is beleszámított a gyerekeknek a 10 napos karanténjába. A tanulóknak összesen 4 napot kellett karanténban tölteniük, az iskola tantestületéből pedig senkit sem kellett elzárni, a hatóság nem tartotta azt indokoltnak. A fertőzött tanár már jobban van, otthon lábadozik. Az őszi szünetet követően térhet vissza az iskolába. Az intézmény vezetője azt mondja, zajlik egy digitális felület megismertetése a tanárokkal, diákokkal annak érdekében, ha távoktatásra kerülne sor a későbbiekben, zökkenőmentesen tudják az órákat megtartani számítógépen keresztül.